akit a legjobban imádunk, a hét sztárja. Hölgyeim és uraim, elfogadta meghívásunkat egy élő legenda, Markos György! Szervusz, jó estét kívánok! Milyen katonással jöttél, és ilyen katonásan érkeztél? Nem, hát az embernek van egy alaptermészete. Visszafogott vagyok, mint a délután is mink, tudod, hogy szoktam. Örülök, hogy látlak. Én is nagyon. És... Eltűntél az utóbbi időben a médiában. Mivel foglalkozol most? Hát most Rodéziában ipari kém vagyok, tudod, és... szappandobozt gyártok, de atommag lesz belőle. Mivel foglalkozom szerinted? Ugyanavval, amit csináltam eddig, és nem tűntem el, csak hogy Petőfi Sándort idézem, ha nincs mondani valód, akkor nem kell antozni, meg énekelni, akkor kell megszólalni, okod van rá, semmi különösebb okom nincs. Nem szeretnék celeb lenni, végzem a dolgomat. Szerintem egy olimpiai bajnok nyer egy olimpiát, nem biztos, hogy 30 év múlva vissza kell menjen a szorítóba. Ugye ez nem törvényszerű, tehát én megtettem, amit meg lehetett, megtettem, amit a haza megkövetelt, aztán ennyi szép csöndbe kell lenni, aztán ennyi. Egyedül élsz? Nem, velem van 4 cica, 3 egér, és egy falka lúd, szerinted. Nem tudom, annyira nem ismerjük egymást, tehát másodszor a kérdezem, hiszen nem ismerjük egymást, mondja, hogy napra kész lennék az életedből, de nem nagyon hallottam az utóbbi időben arról, hogy bárkivel együtt élnél. Tudod, én a mássághoz tartozom, és megmondom őszintén, hogy személy száma másféllel kezdődik, és hermafordítva vagyok, nem tudom, mondtam neked. Nem, hát szép, nem a bulvár sajtónak kell élni. Szép csöndbe, szerényen. Nem kell nagy dobbora verni. Az embernek van egy magánélet, azt érje csöndbe, azt ennyi. Nem szeretem a cirkuszt magam körül. Korábban sem verted nagy dobra a magánéletedet? Nem jellemző, hogy tele vagyok mindenféle ilyen dolga. Nem, az ember, egy férfi nem beszél az ügyeire, hanem csinálja, nem? Szép csöndbe, halkan, nem? Úri ember az nem beszél ezekről a dolgokról, nem? A népszerűséged még megvan? Nem tudom, nem állítanak meg sarkonként, hogy adjak monogramot. Szóval nem is éltem vele, soha nem szerettem fürdeni ebbe. Az ember elvégzi a dolgát, lejön a színpadról és éri a mindennapok életét, de igazából nem ez motivált. Hála Istennek, édesapámtól megtanultam, a tegnapi sikere ma már nem lehet fölülni, az tegnap volt, ez meg ma van. Én azt gondolom, hogy nem csak én vagyok ezzel így ebben az országban, hogy nekem hiányzik Markos György és Nádas György az éterből, hiányzik a színpadról, hiányzik a tévéből, és mi készültünk számodra egy meglepetéssel. Hölgyeim és uraim, érkezik Nádas György! Foglaljatok helyet. Ne haragudj, Péter, bocsánat, elnézést. Figyelj, arról volt szó, hogy engem egyedül hívsz be. De most nem arról volt szó, hogy egy csoportos fotózás lesz, hanem hogy engem behívsz beszélgetésre, és én egyedül nagykorúként is tudok beszélni. Tehát nekem nem kell behívni valamit. Miért nem mondtad meg, hogy erre készülsz? Ez nem fair dolog. Arról volt szó, hogy egyedül jövök be. Én nem haragszom, csak arról volt szó. Szeretettel látunk. Jó, nagyon köszönöm, de arról volt szó, hogy egyedül beszélgetés. Nem is tudom, hogy főrendező vagy. Nem kérdezett senki. Figyelj ide, engem miért hívsz be? Olyankor, amikor azt mondod nekem szombat reggel 6:30, hogy Gyuri, veled szeretnék beszélgetni. Hát nem erről volt szó? Eddig veled beszélgettem. De nem, ez nem korrekt. Behívtam, hogy szeretnénk feleleveníteni régi emlékeket. Jó, akkor beszélgessünk 1828-ban, ahogy elfoglalták Franciaországot. Foglalj helyet, beszéljünk így, jó? Tedd meg, hogy visszaülsz. Nem kell összeborulni. Van valamiféle konfliktus? Semmi probléma az ég egyelmi, semmi. Mi lenne? Semmi. Mi lenne? A beszélgetés kezdet óta nagyon feszült, hogy látom. Mindig ilyen volt. Te meg ne kontrázz, mert hozok egy hegedűt mindjárt, neked nem kell a kontra. Nem kell a duma. Öreg, ha behívsz engem ide beszélgetni, akkor mondd meg, hogy mi ez a mesterséges összehozás. Nem jön ebből ki semmi, érted? Ez de miért fáj ez neked? De bocsánat, de miért fáj ez neked? Nem fáj ez nekem, semmi nem fáj. De bocsáss meg, de úgy látszik, hogy te keresed magad a bajt magadnak, öreg, figyelj, de tényleg fölmegy a pumpám. Jaj. Hát egyszer azt beszéltem, meg ne dumáljál bele. Egyszer arról volt, hogy engem hívsz be ide, öreg, beszélget. De be is hívtunk, ne haragudjál. Be is hívtál, akkor miért nem hívsz be ide a kézilabda válogatottat is, meg az úszókat is, és akkor csapjunk egy nagy jambori. Rika, nyugi. De miért vagy ennyire agresszív? Én agresszív.
hogy hogy lennék én agresszív, csak arról volt, hogy engem vízzel beszélgetni. De be is hívtunk, beszélgetünk, és beívtuk hozzád a nádat, a régi bajtársadat, a kollégádat. Együtt voltunk a Donkanyarban, valóban ez így van. Gyurika, nyugi, vagy? De nem kell instruálni, nem nagykorú vagyok, öreg, én megszoktam azt, hogyha valakim azt mondja valaki, hogy öreg, egyedül beszélsz, Beszélgetünk, Gyuri, te... Jelzem, én is úgy tudtam, hogy egyedül jövök be. Tessék, jó. Csak én nem csinálok ilyen palávert többet. Ez nem paláver, csak érted. Miért baj, hogyha ketten együtt? Nem baj, de hát akkor mondd azt, hogy szeretném, baj, hogyha... Nem se baj, csak... Jó, de állandóan elzárkóztuk attól, hogy a Markos Nádas... Nem zárkózunk el, volt valami. Információ, együtt szerepeljen. De én meg már 20 éve egyedül szerepelek. Pontosan így van. Hála jó Istennek egyre többet itt a csatornán is, jó barózban. Házas dolgokban. Akkor lehet, hogy ez a konfliktus ott? Hát persze, most kapja a Golden Globe-díjat, persze, meg a Hősváros. Tényleg, mit csináltál te mostanában? Mi? Engem látnak. Bocsássák, mi között hozzá, hogy én mit csinálok? Nekem semmi között, csak a Péter kérdezte. Szeretettel kérdezett, békessége, barátság. Legyél nagy ember, szívem. Én nagy ember vagyok. Én állandó főszereplő, legyél a műsoraiban. Az is lesz. Na, de akkor ez lehet tulajdonképpen a konfliktus gyökere, hogy többet szerepel? Milyen konfliktus gyökere, öreg? Ő mindig ilyen volt. 10 évig bírtam ezt az embert, semmi baj nem volt addig. Aztán elegem lett nekem is. De hát ezek miatt. De most érted, szóval... De miért, de korábban is voltak ilyen indulatok? Mindig ilyen nem volt mindig semmi. Beteg, amikor elkésett, beteg ember. Vagy ez egy idős, öreg ember, nincs már a hely a képernyőn. Nem félsz arra, hogy kinek oralmaz, hogy normális. Szóval maradjál már magadnak. Úgy néz ki, mint egy fáradt presbiter, maradjál már. Persze. Mi az alapvető probléma kettőtök között? Semmi. Nagyon jó vagyunk, csak meg kellett volna mondani, hogy valakit még beismerném a stúdióba ilyen egyszerűen. Nem, de most velem van bajotok, vagy egymás? Hát most már veled is van bajom, mert hogyha felül azt mondod, hogy öreg, ezt tervezzük, akkor semmi probléma nincsen. De érted, ezt te keresed a bajt magadnak, Péter, ezt te kerested. Gyurika, behívott elegánsan, udvariasan. De most miért nem lehet normálisan arról beszélgetni, hogy újra összeáll-e a Markos? Nem áll össze, milyen korábban? Minek? Látod ezzel? Minek? Kész vége, nincs miről beszélni, Péter. Nincs miről bárkivel beszélni. Bárkivel szívesen dolgoznak. Mert nem akarjuk csinálni, elfáradt a dolog, kész. Akkor bocsánat, kell, hogy... úgy kezdődött, hogy én nem akartam. Én hagytam ott a színházat, és akkor 30 évesen. Mert elég volt. Nekem volt. Te mentél el, így van, és én ott maradtam, és borzasztó rossz volt egyedül, és kénytelen voltam ott egyedül. Bocsánat, de most te boldog vagy, mert úgy tűnsz, mint egy magányos vénember. Köszönöm szépen, hogy én magányos vénember. Szerinted te sem vagy magyarulni, most mi a problémád? Behívtunk ebbe a műsorba, és itt dugott fúz. De egyszerűen nem tudod megbocsájtani magadnak azt, hogy olyasmit csinált, ami unfair, hogy azt mondod, hogy bejön, hogy beszélj. Unfair? Hát egyszerűen behívsz arra, hogy beszélgetünk, és behívsz mellém valakit. De ne arra, aki... ugye nem a volt szeretődet hívtuk be, hanem Nádas Györgyöt. Na még jó, akkor jó, szép, még jó, hogy jól töltöttél a magánéletemben, nem bajkáztat, még különbe köröket. Szóval egyszerűen nem értelek, Péter, komolyan mondom. Én nem csodálom, hogy neked annyi balhéd van. Komolyan mondom, soha nem csodálom. És te szereted ebbe, te élvezkedsz, hogy embereket nem, szar helyzetbe hozom. Abszolút a jó szándék vezérelt, Gyuri. Abszolút a jó szándék vezérelt, és barátságból hívtunk barátságból, meg benneteket. Barátságból. Ezt képest most itt vagy a beszélgetés kezdete óta, dulsz, fulsz. De mindig majdnem nekem estél előtt ide. De komolyan. Hát egyszerűen nem értem. Miért nem tudsz egy kicsit lehiggadni? De higgadt vagyok, de egy szar helyzetbe hoztál, és nem volt szar rossz, hogy még társalgodon őt is én teszem. Én meg azt mondom, hogy azt kérdezett, hogy én nekem milyen bemutatóim lesznek a Vidám színpadon. Arról is beszélgetek, új szerelmed van, új kapcsolatod, de szeretném, hogyha előtte ezt rendbe tennénk. Hát én nem tudom, hogy ezt lehet. Nem. De mondjuk 20 évvel ezelőtt is ennyire nehéz eset volt? Igen. A Marton Frici bácsi, Isten nyugosztalja, csoda, hogy kibírta a színházban. Hát igen, 20 és nem beszél, hogy az óvod állandóan bepisít, visszamehetünk a bölcsödéig, érted? Szóval most lehet itt jó pofizni. Öreg, nem akkor jó, jó, a hol gusztustalan, amit csináltál, öreg, elég amikor, finom, nem érdekel. Amikor, ezt a stílust visszautasítom, amikor... És akkor mi van? Legutóbb itt voltál, akkor teljesen normális de nem bírja ki, hogy nekem sikereim vannak. Ha már beszélünk róla, akkor beszéljünk róla. Nem bírja ki. De miért? De ez korral jár, ne haragudj. Igen. Élet, de maradj már nyugodtan. Hát ilyen. Ja, jellem. De szerinted normális? Nem. Most komolyan. Ja, ott kell kimenni. Na, bravo. De korábban is voltak ilyen indulatkezelési figyelj, problémáim? Figyelj, én 10 évig bírtam ezt, 10 évig. A pasas nem normális. Nem bírja elviselni azt, hogy valaki másnak ő sikere van, hogy ő egyedül már nincs sehol, ő ezt nem bírja. És nem mióta, bírja. Mióta a szín meg a Markos Nádas? Tehát mióta vagy egyedül a színpadon? 91-ben.
volt az, amikor én azt mondtam, hogy elég volt. Tehát ez már több mint 10 éve? Bőven több, ez 20 éve. De az elmúlt 20 éved az kevésbé sikeres, mint a Markossal töltött 10 éved. Na Péter, figyelj ide, én nekem azóta helyre jött az életem, életemben ilyen boldog nem voltam, ilyen sikereket nem nagyon értem el. Darabot írtam, több darabban játszom, a TV2 foglalkoztat sok mindenben. Én azt hiszem, hogy de most Gyuri, vagyok a... ez teljesen rendben van, meg le a kalappal, de közelébe sincs annak, mint amikor a Markos Nádassal ti a topon voltatok. Tudod mit? Valóban igaza volt a Palinak, mert nem bírsz magaddal, és tudod mit kívánok neked? Hogy csinálj egyedül műsort, vagy a serpát. Tegyék a műsort. Gyuri! Gyertek vissza! Maradjál, nem vagyok rá kíváncsi, megmondtam. De ne haragudjál már, de ez nem nyújj rám. Ne tologassál már itt engem, mert ez a fejed csaplak, maradjál már. Te meg minek gubálsz bele? Te vagy a bunkó, és tudod mi vagy? Nem vagyok rá kíváncsi, érted? Nem vagyok rá kíváncsi, sehol sem vagyok rá kíváncsi, érted? Ne tologassál itt engem, nem megyek vissza. Jó, de ne haragudj. Hát egyszerűen nonsense. Péter, leállunk a felvétellel, de gyere vissza, mert legalább le kell konferálni a műsort. A bukos soha télebben. Tényleg ezt hagyjátok már. Hozzám várt meg. Ne ütögessél, se fogjál meg. Vigyétek ki, vigyétek ki. Na most jó. Na, Markos és Nádas urakat kérem, hogy jöjjenek vissza. Ezt nem hiszem el, komolyan. Szerintetek ez normális? De ne haragudj, ez normális, ami így történt. De normális, ami így történt. Miért ez egy jó dolog volt szerinted? Jó, egyébként abban igaza, hogy nem kell egymást ennyire összeugrasztani bizonyos dolgok miatt. De mindenkivel ezt csinálod. A probléma alapvető gyökere... Nem, a probléma az, hogy olyan helyzetbe hoztál embereket, amiket nem szabadna. Nem, a probléma alapvető gyökere az, hogy te szerepelsz, te pedig nem szerepelsz. Igen, ne senki nem bírta arra, hogy belepofázál, érted? Én abban beszélem el, amiben attól már van, hogy nézek, hogy nézek ki, milyen nagyon okosak voltatok, hogy mind a ketterre tépétek. Nem, én csak szerettem volna, hogy te lehiggadsz. Én nagyon higgadt vagyok, érted? Én is, higgadt vagyok, most én már, érted? Persze. Nekem köszönhetett mindent. Mit köszönhetek neked? Köszönhet, érted? Szerencsétlen, fáradt öregember. De ne haragudj el, de... Korábban is volt ilyen? Mindig ilyen van, állandóan indul a rossz. Gyuri, ez szetlegesség. Ez szetlegesség, amit csináltatok. Egyáltalán nem vagyok indulatos. Mi ez nagyon durva. Álljatok már meg! Eljöttök a szilveszteri műsorba. Álljatok már meg! Semmi baj, nincs benne semmi. És ilyen jó ötletem van, érted? Gyakorlatilag csinálod a forgatásba, érted? Indulok már a fizikát, köszönjük szépen.